önök hogyan kezdenének neki, ha azt az utasítást kapnák, hogy buktassák meg Bhután hivatalban lévő kormányát? A főcím után elmeséljük, hogy mi hogyan állnánk neki, de azt is elmondjuk, miért titkolta az amerikai sajtó, hogy Obama elnök szereti a fiúkat. Nagyon köszi, hogyha megnézed egy-egy videómat a YouTube-on, és különösen nagy köszi, ha fel is vagy iratkozva a csatornára. De a YouTube sokszor még a feliratkozottaknak sem dobja fel a tartalmat, így simán lehet, hogy pont arról maradsz le, ami a legjobban érdekelne. A cenzúrát pedig már szerintem te is ismered, ha bármi olyat mondasz, ami szembe megy a globalista, politikailag korrekt előírásokkal, akkor törlik a videót, csökkentik az elérésedet, letiltanak, vagy akár még a teljes csatornádat is törlik. Itt simán lehet, hogy olyan fontos témákban, mint az ukrán háború, a Covid és az oltások, a migráció, a gyerekkereskedelem vagy a gender propaganda nem jutsz hozzá a valós információkhoz. Ezért biztatlak, hogy gyere át te is a Rumble csatornámra. Ott nem csak a rövidített, cenzúra biztos változatát láthatod a videóinknak, mint itt a YouTube-on, hanem mindig a teljeset. Lent a leírásban megtalálod a linket a Rumble csatornához. Egy többen használják Magyarországon is a platformot, ez a mi helyünk, ahol szólás és véleményszabadság van. És applikációja is van a Rumble-nek, ami ráadásul a YouTube-ban szemben a kilépés utáni lejátszást is engedélyezi, és még fizetni sem kell érte. Androidra és iPhone-ra is elérhető, ezt is megtaláljátok lent a leírásban. Szóval gyertek át, sosem tudni, hogy a YouTube mikor, mit művel ezzel a csatornával is. Aki még nem jött át, jöjjön, amíg nem késő. Persze ettől még lehet maradni a YouTube-on is zenék, vicces videók meg hasonlók miatt, de ha a politikával kapcsolatos témákban a valóságot szeretnéd látni, cenzúra és törlés biztosan, akkor gyere a Rumble-re. Na de most induljon végre a videó. Jó estét kívánok, ez itt a Politikai Hobbista. Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal, és Szamosi Timi már ott ül a helyén. Most egy ideje nem vonul be, majd ha nagyon reklamálják, nagyon hiányolják a nézők, akkor újra be fog vonulni. Nem könnyű. Nem. Egyébként másnak se. Nekünk se, senkinek se. Szoktuk azt mondani, hogy másnak se. Általában olyankor mondjuk ezt, amikor olvassuk valamelyik ilyen hitvány sztármagazinban, hogy XY amerikai sztárnak nem engedték felszállni a privát repülőgépét a vihar miatt. És azért plusz egy napot el kellett töltenie a Bahamákon. Tényleg senkinek se könnyű, és nagyon együtt tudunk érezni velük. De képzeljük magunkat David Pressman helyébe. Na hát én ezt most kihagynám, jesszőtje. Valahol megértem egyébként, de nem is úgy gondoltam, hogy oda képzel. Szóval, ha valakinek nehéz az élet, akkor azért David Pressman amerikai nagykövetnek mindenképpen az, és nem azért, amire a Kurz gondol. Képzeljük el, hogy a csávónak volt egy ilyen csendes, normális élete valamelyik amerikai nagyváros elit lakónegyedében, élt boldogan, néha elment konferenciázni, minden második kedden megívott egy kávét valakivel a külügyminisztériumban, ahol biztosították egymást arról, hogy ők rendkívül fontos emberek. Na és aztán egyszer csak oda ment hozzá valami rejtélyes figura egy papírral, nagyon hivatalos ember, és azt szerepelt a papíron, hogy küldetésre kell indulnod. Záros határidőn belül meg kell buktatnod Magyarország hivatalban lévő kormányát, legfőképpen Orbán Viktort. Én valami turpisságot érzek, mert ahogy én így olvasgatom a haladó sajtot, én azt látom, hogy Orbán Viktor már 2011 óta megvan bukva. Legkésőbb. Megvan bukva, meg el van szigetelődve. Erre mit látunk? Itt egy 120 milliós nézettségű Tucker Carlson interjú. Ott Elon Musk érdeklődik a magyar családbarát politika miatt, vagy miért? Nem csak ő, hanem más kormányok is érdeklődik. Így van, így van. Közben pedig Trump elnök mond köszönetet a támogatásért. Tehát még rendesen el sem tud szigetelődni szegény, nem, hogy megbukni állam. Jó, de Elon Musk a patásördög, Trump meg a patásördögnek a szülőapja. Hát akkor így családon belül van? Ez abszolút, ez nem releváns. Hát az, hogy a világ leggazdagabb ember és legzsenésebb feltalálója, meg amerikai jön át, ez nem releváns. Tudod fejből, hogy hányszor bukott meg Orbán 2000? Nem lehet követni. Ugye etikus hacker, Angela Merkel, az IMF nem fogja hagyni, internetadó, na ebbe biztos belebukik, vasárnapi boltzár. SFE. SFE. Goodfriend.
Good friend, hogy a vihar van-e? Tényleg. Na de kanyarodjunk vissza a festői Himalája egyik vadregényes államába, Butánba. Mert hogy mit is tudunk mi a butáni királyságról? Hát én azt tudom, hogy a világ egyik legérdektelenebb helye, még gyarmatosítatni sem sikerült magukat. Mármint? Hát az, hogy a szegényeket a britek se akarták elfoglalni, egyszerűen nem érdekelte őket ez a hely, és ezért, amikor látták, hogy ott vannak Indiában a britek, ott lebzselnek, akkor gyorsan áttettek nekik a külpolitikájuk intézését, átadták nekik, de a briteknek igazából az se kellett, csak így nagyvonal elfogadták, hogy na jó van, de gyarmat nem lesztek. És akkor... Na hát ez egy nagyon impozáns tudás egyébként Bután történetéről, ezzel akár el is adhatjuk magunkat Bután szakértőnek. Na de méretarányok tekintetében, ami nekünk Bután, az az Egyesült Államoknak Magyarország. Hiába lakja több mint 300 millió ember az USA-t, de a magyar származású amerikaiaktól eltekintve kb. Azt se tudnánk megmondani, hogy melyik kontinensen vagyunk megtalálhatóak. És így volt ezzel minden bizonnyal David Pressman is, egészen odáig, amíg kapott 3 napot arra, hogy felkészüljön belőlünk, mert hogy neki itt kormányt kell buktatnia. Ezért hogy változnak az idők? Ugye régebben az volt, hogy Obama alelnökét, Joe Bident küldték egy országba kormány buktatni. Ugye ő volt a felelős gazdaságilag, meg katonailag Ukrajnáért. És oda exportálták kicsit a demokráciájukat, és látjuk, hogy mi lett ott. És változnak az idők. Ugye jöttek a kvóták. Így vagyok én is a hobbistában, mint kvóta nő. És így kaptunk egy kvótát, ugye David Pressman személyében is. Igen, de a Biden legalább a pénzénél van, tegyük hozzá. Utána nézett az országnak, olvasta, hogy rendkívül korrupt Ukrajnában mindenki, és ezért rögtön le is szedte őket még egy hatalmas adag pénzzel, és cserébe az USA hivatalos támogatást adott Ukrajnának. Neki könnyű dolga volt, mert most a Pressman kicsethetne le sáppal, a 4-4-4-et vagy a Márki-Zajtól visszakérne 10%-ot. És milyen zseniális, tehát még át se kellett neki váltani. Egyik zsebéből ki, másik zsebében be, és közben kap egy kis cirkuszt is itt a hazai baloldaltól. De Pressman nem azt a feladatot kapta, hogy lopja szét az országot. Igen, mert az MSZP-SZDSZ kormány kéne, tehát először azt a feladatot kapta, hogy csináljon egy ilyet, hogy utána lopassa szét az országot. Ezek nem hülyék. Ezek hogy MSZP-SZDSZ kormány legyen Magyarországon, senkinek nem könnyű, de Pressmannak lehetetlen feladatot adtak. Na, de szóval Pressmannak volt 3 napja, hogy felkészüljön Magyarországból, és ez mondjuk pont annyira sikerült neki, mintha nekünk kellene 3 nap alatt felkészülni Butánból, azért, hogy ott kormányt buktassunk. És nyilván nem sikerült neki, ahogy nekünk se sikerülne. Hát és mondjuk arról se feledkezzünk el, hogy tőlünk annyira idegen a butáni kultúra, mint például egy amerikai, egy New Yorki, mi is volt ő, emberjogi aktivistának, igen, megérteni a magyar kultúrát. Tehát élhetne ő itt akár 10-15 évig, akkor sem értené. Pressman 10 évet töltene köztünk, akkor se értene mindent. De mondom, senkinek se könnyű, pláne Pressmannek. Mit sikerült neki eddig összehoznia? Ugye első körben meghívta Gyöngyösi Marcit egy széderestre. Szóval második körben meghívta az összes LMBTQ, stb. Influencert, meg LMBTQ, stb. Közeli személyt egy ilyen bulikára. Aztán a harmadik körben örökbe fogadta ezt a ferencvárosi, sokszor átfestett padot. Hát ennyi sikerült eddig. És ettől Orbán? Hát ettől Orbán valamilyen nem bukott meg. Na hát, kitte volna. Aztán, ha 3-szor nem sikerült buktatnia ezekkel a súlyos és erőteljes csapásokkal, akkor Pressman bevetette a végső csodafegyvert. Brutális és pusztító lépést tett. És mindenki kapaszkodjon meg, mert utoljára az amerikai külpolitika akkor volt ennyire durva, amikor az Enola Gay ráhajtott a Hiroshimára a kicsi fiút. Pressman nem engedte meg a Nemzeti Sport főszerkesztőjének, hogy beutazzon az Egyesült Államokba. Igen, nem túloztam. Tényleg megtörtént a rettenet. Úgy, srácok, most kell erősnek lennünk. Ki ne durranjon az a szerencsétlen ember. Ott a kis Szabó Botont? Pressman
úgy ledobta az atombombát, ahogy Simicskától várta mindenki a G-nap után. Fogta magát, és kíméletlenül kitiltotta a Nemzeti Sport főszerkesztőjét az USA-ból. Szőlősi György hiába próbált meg részt venni az észak-amerikai magyarok hagyományos futballtornáján, az immár 25. jubileumi Árpád kupán, a Chicagói Magyar Kultúrtanács felkérése alapján, ezt ő nem tehette meg, mert Pressman nem adott neki vízumot. Na most félek, hogy mi lesz a következő lépés. Kiad egy sajtóközleményt? Nem, állampolgárság az mérőverának, és kitelepíti őt Chicagóba. Vagy megbízza a Puzsért, hogy alapítsák a vonával a harmadik pólust is, mert képezzék meg, mert eddig annyira sikerül. Nem, beiratja Nagy Zsoltot és Nagy Ervint politológiára. Ja. Csak hogy képbe legyenek ők is. Ennek még ezeknek lenne értelme. De látszik, hogy ti itt éltek Budapesten, nem pedig Butánban próbáltok kormányt buktatni, mert hogy ti tudjátok, ki az a mérővera, meg tudjátok, ki az a Puzsér. Meg ismeritek az ország Molnár Áron után leghülyébb színészeit. De mit tudtok ti Butánról? Butánban ki a legnépszerűbb ellenzéki kritikus, aki a pincékben ordít? Ki a legnépszerűbb ellenzéki színész? Ki fogja megképezni a harmadik pólust a butáni királypárt és a butáni köztársaságiak között? Erre válaszoljatok. Ne Magyarországról okoskodjatok. De várj, még mindig nem mondtad el, hogy miért tiltották ki? Mert igazából hagyjad, mert úgysem szokták ezeket itt így megindokolni, hogy miért kapunk valami kis tüntiszt, vagy büntikét, vagy bármifélét. Hát, és ha Kanadában megy, és onnan sétál át a határon, az se szabad? Nem engedik át, hát ott van határ. De bocsánat, én még azt nem értem, hogy miért félnek ennyire egy újságírótól, egy magyar sport újságírótól. Az ő demokráciájukra ez milyen veszélyt rejteget? Hiszen mindig azt mondják, ugye, hogy Európába engedjünk be tömegeket, vízum, útlevél nélkül. Mi ezzel a probléma? Elmondom, kedves nézőink, hölgyeim és uraim, továbbá egyéb neműek. A főcím előtti kérdést sajnos nem tudtuk megválaszolni. Úgy is mondhatjuk, hogy átvertük önöket, mert nem árultuk el, hogy mi hogyan buktatnánk meg a butáni kormányt, mert hogy fogalmunk sincs Butánról. Hiába kapnánk rengeteg pénzt arra, hogy ilyen hülye színészeket, meg meleg aktivistákat fizessünk, meg hitvány újságírókat, nem tudnánk kormányt buktatni Butánban. Sajnos ez az igazság. Én azért rengeteg pénzért vállalkoznék. De hiába állna mögöttünk Szijjártó Péter a minisztériumával, meg a teljes államaparátus, akkor se tudnánk. Szokták mondani, hogy a jó úttörő ugye holtig tanul, de így csak addig jutottunk, hogy az egy szem butáni antiszemita, meg három darab butáni meleg influencerrel való bulikázás után kitiltanánk Magyarországról, sőt az Európai Unió területéről a butáni királyi népcsport főszerkesztőjét. És ettől a butáni király? Tartok tőle, hogy ettől is hivatalban maradna. Mi meg ugye átvehetnénk a kilépő papírokat a Magyar Külügyminisztérium pucsszervező irodájában. Szóval nem tudom, hogy szegény David Pressmannek meddig lesz még maradása Budapesten, miután... Senkinek nem könnyű, de neki pláne nem könnyű. Nem könnyű. A küldetés nincs teljesítve. És még mindig ez is amerikai kérdés, de ez egy izgalmas és friss sztori, és minket magyarokat, hál' Istennek, ez azért nem érint olyan közvetlenül, ám mondom, annál nagyobb port kavar. Szóval akik nézik a hobbista műsorait rendszeresen, biztos, hogy sokszor találkoztak a témával, de akiket nem különösebben érdekel az amerikai politika, ők is valószínűleg hallották a sztorit, hogy Joe Biden elnök fia még 2020-ban egy szervízben felejtette a laptopját, amin aztán olyan képeket találtak, ahol hát itt látja, egy szá** pózol, meg kokain mámorba fekszik, k**ák között táncikál. És találtak rajta olyan levelezést közte és ukrán, illetve kínai üzletemberek, politikusok között, amiből nem csak az derül ki, hogy korrupt üzletekben vett részt, hanem hogy az apja is vastagon benne volt ezekben. Egyedül a New York Post hozta le a sztorit, meg különböző független szereplők a közösségi médiában, de ők se sokáig, ugyanis az FBI orosz dezinformációnak minősítette az egészet, és kötelezte a Facebookot, YouTube, Twittert, hogy tiltsa le az összes felhasználót, aki kiposztolja a sztorit. És hogy mi lett az eredmény? Hát, megválasztották Joe Bident elnöknek. Igen. Ám tavaly az FBI is hivatalosan beismerte, hogy a laptop és a rajta talált dokumentumok valódiak. Akkor Biden lemond most? Hát nem. Ugye a fia ellen indulnak eljárások, aztán mégse, ugye ilyen sunyi, ilyen vádalkúval megúszta. De volt egy felmérés,
ami szerint a demokrata szavazók több mint 60%-a soha nem is hallott az egész laptop sztoriról, és a 19%-uk azt állította, hogy ha hallott volna róla, akkor máshogy szavazott volna. De ugye ez most már késő, mert Biden az elnök többek között egy ilyen óriás eltusolásnak köszönhetően. Szóval a szólás szabadság hozzájában. A demokrácia fellegvárában egy államhatalmi szerv képes az általa preferált politikai vezető megválasztása érdekében a médiát totálisan manipulálni. És a média partner ebben. Mindent megtettek, hogy Biden győzzön. De Bidenben azért nem voltak annyira szerelmesek, mint Obamában. Ez így igaz, és mindjárt rá is térünk Obamára, de miért is hoztam föl a Hunter Biden sztorit? Mert hogy ez tökéletes példája az úgynevezett deep state, azaz a háttérhatalom működésének. És ugye ez nem egy ilyen titkos, tudjuk kikből álló, sötét szobákban konspiráló, rejtélyes társaság, hanem a deep state a különböző politikai intézmények olyan hálózata, amely a gazdaság, média, kultúra szereplőivel összefonódva, ügynökökön és egyszerű bürokratákon keresztül folyamatosan a saját hatalmának a fenntartásán, illetve a növelésén dolgozik. És a demokrácia díszletei között valójában ma már egy pártrendszer tart fenn, ahol a republikánus politikusok nagy része is megvásárolt kollaboráns. Csak akkor van a baj, amikor egy valódi kívülálló érkezik, és fennáll a veszélye, hogy felborul a rendszer, hogy kiderülnek a disznóságok. És ez volt Trump, és ezért kellett őt félretenni, és ezért tesznek meg mindent ma is, hogy megakadályozzák, hogy jövőre újra elnökké válassza a nép. Na de visszatérve akkor az Obamára, hogy az elmúlt hetekben egy újabb sztori kavarta fel az állóvizet az amerikai közéletben. Tucker Carlson, amerikai média személyiség, akit nyilván itthon is nagyon sokan ismernek, már hiszen többször is járt itt, és mindkét alkalommal készített interjút Orbán Viktor miniszterelnökkel. Az elsőt még a Fox Nation-re, a legutóbbit már a saját X, azaz Twitter csatornájára, ami több mint 128 millió emberhez jutott el. A műsorának kettővel ezutáni epizódjában pedig egy bizonyos Larry Sinclairrel beszélgetett. Róla tuti nem hallottak a magyar nézők, és többek között én sem igazán. Hát pedig nem gyenge a sztori, mert eddig 35 millió emberhez jutott el a teljes interjú, és 74 millióhoz a belőle kivágott legizgalmasabb rész. Larry még 1999-ben együtt kokainozott az akkor még Illinois állam szenátoraként tevékenykedő Barack Obamával. Majd pedig, és most az érzékenyebbek kérem, hogy fogják be a fülüket, le is s***ta őt. I had given Barack $250 to pay for coke. I start putting a line on a CD tray to snort, and next thing I know, he's got a little pipe and he's smoking. So I just started rubbing my hand along his thigh to see where it was going, and it went the direction I had intended it to go. It definitely wasn't Barack's first time, and I would almost be willing to bet you it wasn't as long. Nem az a kérdés, hogy mit szólt volna az amerikai társadalom, ha ez kiderül, vagy hogy mondjuk egyáltalán megválasztottak volna egy legalábbis mindkét térfélre szerváló elnököt. Mert épp ez volt a lényeg, hogy ez ne derüljön ki, mert akkor végig lehet vele zsarolni. Mert hogy a nyilvánosság előtt ő heteroszexuális életet él, a feleségét. Hát nem tudom, Jessica, mennyire merültél bele ezekbe az összeesküvés elméletekbe. Én láttam ilyen finom koktélruhákba azt a remek asszonyt, amikor nyomta a nemzőzsák így belülről két ilyen nagy golyó. Várjál, arra gondolsz, amit most nemrég a Ted Nugent is mondott, hogy hát egy ilyen alsó Fermin ott lógott, hogy te érted. Igen, azt mondja, hogy amikor az elektromos autók feltöltéséhez szénnel és olajjal működő erőművekből származó áramot használnak, az a legnagyobb átverés azóta, hogy Barack Obama összeházasodott a pasiával Michael-lel. Jó, nem, ne viccelődjünk, mi egyébként ezt az összeesküvés elméletet azért fenntartásokkal kezeljük. Hát én azért 6 hónap múlva... Én fenntartom, hogy igaz. 6 hónap múlva megnézném, hogy hová fut ki, ugye? Jó, hát ismerjük a mondást, hogy az összeesküvés elmélet és a valóság között mi a különbség. 6 hónap.